A legfiatalabbak műsorával kezdődött az idei Birjáni Oktoberfest elnevezésű rendezvény. A gyerekek a közeli olaszon német nemzetiségi iskolába járnak. A tavalyi kulturális programokban szegény év után az idei tanévben rendre hívják őket, hogy látványos produkciójukkal színesítsék a nemzetiségi napokat. A német származású végés a családomban sokan táncoltak. Igazából hasonló műsorra készültünk a mai napra, mint amivel a 24-én, de kicsikét azért másképp és rövidebb is, és egy próbát gyakoroltunk, de ugye tudjuk így az egész műsor, szóval könnyű volt. Harmadikos korom óta táncolok, igazából egy próbánk volt most, de előtte nagyon sokat készültünk erre a táncra. Nálam is több családtagom táncolt, és igen, német származásúak vagyunk. Azért kezdtem el táncolni, mert engem nagyon érdekelnek így a sávok, meg amúgy is szeretek táncolni. Amikor többen vagyunk, akkor így jobb a hangulat, meg így szebb táncokat tudunk táncolni, hogyha többen vagyunk. A helyi német és horvát önkormányzat jó viszonyának köszönhetően a környéken élő népcsoportok egész évben több közös programot szerveznek. Hát az Oktoberfestet ezt mi tulajdonképpen évek óta, 6-7 éve már csináljuk, a Bíre Német Nemzetiségi Önkormányzat, de mint Oktoberfest, ez az utolsó lesz, mert kaptunk egy dörgedemes felszólítást, hogy az Oktoberfest, ez a München város privilégiuma, és ezen túl találjunk ki más nevet. Hát ez egy ilyen hangulatos dolognak találtuk eddig mindig, és most hála Istennek a mai nap is gyönyörű napsütéses időt fogtunk ki. Sör, jó hangulat, jó ételek, táncosok, nemzetiségi táncosok, gyerekek is vannak, körzeti német iskola az olasz, és mi támogatjuk is az ő tánccsoportjukat. Jönnek a birjáni horvát táncosok, lépnek fel, Birjánban van egy ilyen horvát tánccsoport, akik már 10 éve működnek, és akkor még a következő lesz a Borjádról jönnek egy német tánccsoport, Hásegyi német énekar jön, és a Szedekényi Karacsonyca tánccsoport jön. Ők tulajdonképpen voltak már, de többek mind újak most. Hagyományőrző énekkar és tánccsoport egyaránt működik Szederkényben, akik fellépéseik alkalmával mindig nagy sikert aratnak. A Karasica táncegyüttes 6 évvel ezelőtt alakult a korábbi csoportok örökségének továbbvitele céljából. Tagjai helyi önkéntesek, akik a szederkényi rendezvényeken segítenek társadalmi munkában. Utángyártott ruha, tehát az eredeti alapján készült ruha, ez már hát egy olyan 20 évvel ezelőtt készült most már a ruha, illetve hát természetesen folyamatosan frissítésre szorul, hiszen jönnek új táncosok és átalakításokra azért vannak, de az alapján, az eredeti alapján készült ruházat. Sokkal több fellépésünk van nyilván, nem annyi, mint 2019-ben, 2020-ban nagyon-nagyon minimális fellépésünk volt ugye a pandémia miatt, a 21 kicsit nehezen indult, hiszen nagyon sokáig nem tudtunk próbálni, nem tudtunk felkészülni, és így hiába hívtak nyár elejétől fellépni, eleinte nem tudtuk ezt elvállalni, hiszen nem ment még olyan színvonalon, nagyon sokat kellett próbálnunk ahhoz, hogy az eredeti lépéseket ugyanolyan minőségben elő tudjuk adni. Nálunk hál' Istennek ebbe a kis faluba nagyon jól őrzik a hagyományokat, ugyanis összetartunk és elhívjuk az iskolásokat, és akkor azok is szerepelnek, és szeretik az idősebbek, a fiatalok, tehát igen, jó ez a program, nekünk tetszik. A kulturális műsor után töltött káposztával várta a fellépőket és a vendégeket a Birjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat.